A városi csomópontoknál a jelzőlámpák üzemeltetésért a város üzemeltetési és a városfejlesztési közútkezelő ügyintéző felel. Az önkormányzat, illetve a város között az üzemben tartó cég fél évente ellenőrzést végez a lámpákon. Igazából azt lehet elmondani a jelzőlámpák állapotáról, hogy a nagyobb csomópontoknál, mint a Vasmiút, Dózsa, György csomópont, Építőkútja, Szórád Márton, illetve az a Vasmiút, Építőkútja csomópont, azok a legöregebb csomópontok, ezeknek az életkora úgy 10-15 év. A többi helyeken újabb berendezéseket, irányító berendezéseket kapott, így megbízhatóbban működnek. Az önkormányzat és az üzemben tartó cég közti szerződés szerint a kisebb üzemzavarokat 72, az égők cseréjét 24 órán belül el kell végezni. A sárga villogós üzemmódnak több oka is lehet, egyrészt üzemzavar. A rendkívül meleg időszakokat, egy nyári kánikulát nem minden esetben bírnak, illetve a tartósan mínusz 10 fok alatti hőmérsékletet se nagyon szeretik. Egyrészt ez az egyik oka, tehát főleg biztosíték problémák. Olyan is előfordulhat, hogy valamilyen munkavégzés, akár közműbontás miatt, vagy forgalomterelés céljából kerülnek át sárga villogós üzemmódra, illetve előfordulnak olyan rendezvények, vagy mondjuk halottak napja, amikor a óvárosban átkapcsoljuk sárga villogós üzemmódra. A sárgán villogó jelzőlámpák esetében a gépjárművezetőknek a KRESZ szabályai szerint kell közlekednie, valamint az átlagosnál is nagyobb körültekintéssel szabad behajtani a kereszteződésbe.